aki a Dallas legjobb pontszerzője és lepattanózója is. Egyben Nash és Finley egészíti ki a kezdőtöst az egyik oldalon, Fisher és Bryant a túloldalon. Robert Orrinak fáj több pontja is, ő egyelőre csak kispados, de tudja vállalni a játékot, mint ahogy már egészséges Devian George is, és aktivizálta a Los Angeles Lakers, miközben Kobe Bryantet látjuk a képernyőn, Samaki Walkert is, tehát tulajdonképpen a lehető legerősebb Lakers játszik majd a Dallas csapatával, amelyben azért már szintén ott van, egyelőre még a padon, de nyilvánvalóan beszáll Nick Van Exel, akinek volt egy térdműtétje, de azt követően visszatért, és mind a három meccsen, amikor játszott, 17 pontot dobott. No szóval, nézzük tehát ezt a csúcscsatát. A bajnok, az első számú bajnok esélyes a liga legjobb formában lévő csapata ellen. Szokásos mezében a Los Angeles Lakers, és a feldobást követően már Kobe Bryant teheti rá a labdát, de inkább Rick Foxhoz passzol. O'Neal és LaFrance a labda, ő fogja majd O'Neal-t az elején. Nash, Nowitzki kiteszi Finleyhez, kimarad az első Mavericks kísérlet, Kobe Bryant a lepattanóval. Csak az Indiana tudta megverni a Dallas-t idegenben. Még hozzá, tehát a Dallas idegenben azért egy meccset már elbukott, de az Indiana, mint tudjuk, nem nyugati vetélytárs, hanem keleti. Egyébként ugyancsak 1990-ben fordult az elő, hogy valamilyen módon, de zsinórban két meccset nyerjen a Dallas a Los Angeles ellen, és ez megtörtént már az idén, hiszen az elmúlt idény negyedik csatáját, ugye, mint láthatták a kis táblázatomban, a Dallas nyerte, illetőleg idén már egyszer találkozott egymással a két csapat, akkor nagyon-nagyon simán a Dallas győzött, a Lakers akkor borzasztóan dobott, 30%-os dobó teljesítmény volt. Megvan a mérkőzés első kosara, Finley szerezte egy perc elteltével. És láthattuk, sőt most is láthatjuk Nowitzkit a képen, akinek rettetesen fáj a könyöke, de vállalta a játékot. Medvegyenko egyenlít, legutóbb ugye a Lakers a Memphis ellen láttuk, akkor az első negyedben kosárra sem dobott Medvegyenko. Steve Nash az első tripla szerzője, 5-2 ezzel a Mavericks javára. Egyelőre emberfogással védekezik a Dallas, O'Neal kap rossz bejátszást Fishertől, Nash cikázik már. Nowitzki, ez is tripla, ez is bent van. Fájós könyök ide, fájós könyök oda. Vihar gyorsan 8-2 lett 2-2-ről, és eltelt egy újabb perc. Az eredmény mellett a negyedből hátralévő idő, piros számok pedig azt mutatják, hogy mennyi van hátra a támadó időből. O'Neal kap jó bejátszást, és innentől kezdve már nincs gondja, 8-4. És ha már O'Neal-nál járunk, itt a bevezetőben is elhangzott, hogy azért nagyon sok minden megváltozott Los Angelesben a bajnokság első periódusa óta, hiszen újra játszik O'Neal, ami azért egy nagyon komoly fegyvertény. Már elgondolkodtató Jackson edző számára, hogy ennyire egy emberre épül egy csapat, és ennyire másképp játszik és másképp szerepel, hogyha itt van, még ha ennyire domináns centerről is van szó. Nash, hozzá kell azonnal azt is tenni, hogy O'Neal visszatérte után is, csupán 50%-os. És ha kiveszük azokat a meccseket, a mérlege a Lakersnek. LaFrance bedobja kintről, 11-4, három triplát dobott eddig a Dallas, a pálya három különböző pontjáról, és három különböző játékos. Nash, Nowitzki, LaFrance. És mondjuk Finley, vagy Van Exel, aki nem is játszik még, nem is vállalkozott. Fox, O'Neal betolja LaFrance-et, de szabályosan, tömegét kihasználva, újabb dupla, 11-6. De elől már ott van LaFrance, 13-6. Phil Jackson. A fügyszó egyben azt is jelenti, hogy időt kér a Los Angeles Lakers, hiszen a mérkőzés elején vihargyorsan elhúzott a Dallas. 188 győzelem, 78 vereség, a meccsek 70%-át megnyerte Phil Jackson. Ez általában igaz a sportokra, csapatsportokra, de kosárlabda talán még hangsúlyozottabban, hogy nagyon sokat számít most már a taktika. Tehát a taktika, a rendszer,
sokkal meghatározóbb már, legalábbis nagyjából az NBA-ben Phil Jackson. Hát két nagy taktikust láttunk, Jack Nicholson és Steven Spielberg személyében is, a kiváló színész és rendező, pedig Fischer-t blokkolják. Lépésgyanús szituációban szerezte vissza a lépést a labdát. Egészen messzire egy egészen rossz tripla, Nowitzki. Nash. Nowitzki. Egy Legyenkó mellett, aztán O'Neal is kijön a palánk alól. Újabb tripla kísérlet, ez is bent van. Hát ez hihetetlen. 4-ből 4. Adrian Griffin. 10 pontos Dallas vezetés, szűk 4 perc alatt. Fox, O'Neal. Megkapja, megszerzi, bezsákolja. De hát addig ez belefér, amíg minden egyes támadását kosárral fejezi be a Dallas, ráadásul az esetek többségében tripla születik. Nowitzki. Ez most csak dupla lenne, nem megy be, Medvegyenko ütött oda. Így aztán majd büntetők jöhetnek. Dom Nelson a képen, 6. éve a Dallas edzője. Ő is pluszban van, 2878. átlaga. Nowitzki pedig 21,9 pontos pontátlaggal és 11,2 pontos lepattanó átlaggal rendelkezik, tehát durván 22 pont 11 lepattanó a mérlege. Már Cuban csapat egyik tulajdonosa látható. Sötét pulóverben ott Don Nelson mögött. Fischer. Don Nelson is kiváló kosárlabdázó volt, 5 bajnoki címet szerzett. Szép labda O'Neal-nak, kihagyta, ez olyan meglepő, mint hogy a túloldalon Nowitzki mind a két büntetőjét elrontotta az előbb. Dirk Nowitzki volt szabálytalan. Állítólag nagyon sajátos edzésmódszerekkel készülni a Nowitzki, kézen jár például, szívesen sakkozik, egy lábon ugrál, sőt vívó mozdulatokat is tesz. Ez is állandó téma különböző szaksajtóban, hogy Shaquille O'Neal éppen adott pillanatban hogyan dobja a büntetőt. Hát most 50%-osan eddig, fele bement, fele nem. Ott talán emlékeznek a tavaly döntőre, azt hiszem nagyon sok múlott azon, hogy drámaian feljavult a büntetődobó százaléka O'Neal-nak. Sean Bradley-t láthattuk a képen, ő egyelőre még csücsül a padon. Újabb tripla, ez rövid. Fischeri a lepattanó. Fox 16-9-nél. Medvegyenko. Kobe Bryant a meccs előtt már kijött a csarnokba dobálni, több mint egy órát dobált tempódobásokat kívülről. Meglátjuk, hogy mennyire sikerült bemelegedni. Hát ezt az aljuk zsákolást nem gyakorolhattam most, mert ugye kivagytam. De egyedül kevés is lenne. 16-9 az állás. Egyébként november 19-én 98-72-re nyert a Dallas a Lakers ellen. Azon a meccsen azonban nem játszott O'Neal. De érdekesség, hogy 25-25 volt az első negyed. Tehát akkor még tartotta a lépést a Lakers a Dallas-szal, aztán a fél időben már 15-tel vezetett a Dallas. És eladott labdák tekintetében vezet a Lakers, hiszen 4 eladott labda áll a Dallasi egyel szemben. Nash. Azon a bizonyos novemberi mérkőzése 21 pontjával ő volt a legeredményesebb, de Nowitzki és Finley 18-at dobott, Bradley pedig 16 pont, 12 lepattanó. Hozzáteszem, Finley is 15 lepattanó. A lepattanó csatát is megnyerte akkor O'Neal távol létében a Mavericks. Derek Fisher dob rosszul, marad a 18-9. Eddig a Lakersből csak O'Neal, illetve a képen látható Medvegyenko tudott kosarat szerezni. És közelítünk a negyed feléhez. Nash. Szép védekezés. Bryant szerzett labdát. Medvegyenko kicsit a lábához kapja a labdát. Kobe Bryant. Letör, leteszi, de támadó hiba. Kobe Bryant 16 pontot dobott 33 perc alatt a Dallasnak, de 21 dobásából csak 7 ment be november közepén. Itt lehet látni, a Dallas védekezése mennyire följavult.
már nem engednek annyi pontot az ellenfeleknek, és jóval több labdát szereznek. Meccsenként kettőt, és ugye meccsenként átlagban 10 ponttal kapnak kevesebbet, mint tavaly. Novicki. Kerültünk tovább. Ugyanegy szerelés volt. Nash azonban tovább teszi. Finley bosszulta volna meg egy kosárral. Ezelőtt kivarázsolták a kezéből a labdát. Show. Fox. Medvegyenko, Fischer és O'Neal van még benne a Lakersben. Kobe Bryantet ugye le kellett cserélni, két személy hibája van az első negyed felénél. A Francis is hamarosan leül érzésem szerint. A klasszikus védekezés Shaquille O'Neal ellen, ez már elhangzott ebben a közvetítésben többször is, vagy legalábbis ezen a csatornán, ez a bizonyos hack-a-shack taktika, ami azt jelenti, hogy oda kell ütni egyet és bízni abban, hogy a büntetők egy jelentős részét nem fogja bedobni O'Neal. Ráadásul az Don Nelson találmány. Igen. Új beceneve van egyébként Shaquille O'Neal-nak, Shaq Daddy, mostanában így szokott szerepelni a bulvár sajtóban. Itt látható a dobó százaléka. Minden idők harmadik legjobb teljesítménye. Williams érkezett egyébként a Dallas csapatába. Walt Williams. A Franz helyett. Nash kéri el a labdát, kapja. Finley mozgott keresztbe. Novicki, Nash. Belekapaszkodott Fischer a kezébe. Novicki gratulál Nashnek, a német a kanadainak. Novicki lett ugye a világbajnokság, az Indianapolis-i VB legjobbja, az MVP-je. A német válogatott pedig harmadik lett. Nash nem játszott a VB-n. Sérülés miatt. Nash, ó, de szép, klasszikus mozdulat, 20-10. Felvezetőben elhangzott, hogy a világ két talán legjobb játékosa játszik a Lakersben. Nem is a világ másik két legjobbja játszik a Dallasban. Azért én azt gondolom, hogy akár Novicki, akár pedig Nash ott van az élvonalban a maga posztján, a NBA-ben. És a többi kiegészítő játékos, ez persze két idézőjelben, azért nem annyival rosszabb a Lakersnél, de az biztos, hogy jelenleg ez az alakulat erősebb, ha a padot is hozzávéve mindenképpen elmondható, hogy a Mavericks jobban áll játékos állományban. Fischeré a lepattanó, az előbb Popeye Jones harcolt ki O'Neal-nél egy támadó hibát. Ryan Shaw, rövid, Nick Van Exel-i, az egykori Lakers játékos. És nem is nagyon békés körülmények között jött el a Lakersből. Fox blokkolja, de előtte már szabálytalanság történt. Jack Nicholsonnak tetszik az eset, ha persze lát ezen a szemüvegen keresztül. Az eredmény nem tetszik neki. Ez már tiszta szerelés, de előtte szabálytalanság történt. Itt. És amikor már elengedte a labdát, akkor már könnyedén blokkolt Fox. Nem lehet azt mondani, hogy rálépne a vonalra Van Exel. Mert majdnem nem 3 pontos büntetőt szeretne dobni. Itt lehet látni, hogy a sérülését követően többet játszik, javult a pontátlaga, a dobás biztonsága 50%-os, és majdnem 7 gólpaszt is kioszt meccsenként. Neki van a legszebb zoknia a mezőnyben. 22-10 ezzel. Fischer. Közel 5 perce nem dobott mezőnykosarat a Lakers. Robert Horry. O'Neal. Ó! Kihagyta! Nem értenek egyet. Mavericks játékosai. 32 éves Popeye Jones. O'Neal-en. Picit kisebb és picit soványabb. Bizonyos 4 betűs szavakat emleget Shaquille O'Neal is. Például a foul, tehát szabálytalanság. 22-10, 3 perc. A jelzőre céloztam ez. 57 másodperc van. Azt is megnevezte, hogy milyen foul volt.
Egyébként a Dallas nem tudta beállítani a Washington és a Houston csúcsát. A Washington 48-49-ben, a Houston 93-94-ben nyert az elején 15-öt, és indult 15-0-ás sorozattal. A Dallas 14-0-ig jutott. Az azonban talán biztató lehet a Dallas számára, hogy 48-49-ben a Washington döntős volt, épp a Minneapolis Lakers-től kapott ki a fináléban, a Houston pedig 93-94-ben meg is nyerte a bajnoki címet. És majd egy következő időkérésnél arról is érdemes beszélni, hogy a 17-1-es, tehát ki tudja tovább húzni, úgyhogy csak egyszer kap ki statisztikában is, mennyire elől áll a Dallas, és milyen jók voltak azok a csapatok, amelyek ilyen jól rajtoltak. Fischer nagyon bátran vállalkozik ma, hihetetlenül kicsi hatásfokkal. Kiről ment ki, Foxról vagy Novickiról? Én szerintem Novickiról. Igen, Lakers-i labda. Kobe Bryant ül. Két hibája van. 12 pontos Mavericks vezetés. Robert Horry. Ügyesen. Fox, ez is tripla. Ám ez sem jó. O'Neal megszerzi a lepattanót, és mielőtt föltenné már a nyakában, ott van Popeye Jones. 17-3 pontosból 4-et dobott be a Lakers a két csapat novemberi meccsén. Túloldalon 14-5 volt az arány, ez sem túlságosan magas. Ma jobban szórja a hármasokat a Mavericks. O'Neal. Továbbra is furcsa a mozdulat. A csapat legjobb pontszerzője. Illetve hát a pontszerzésben pont nem a legjobb, mert Kobe Bryant jobb nála. De lepattanózásban itt van átlagban. Dobó százalékban is, de mondjuk centereknél általában igaz ez, hogy lényegesen magasabb dobó százalékkal játszanak, hiszen egyszerűen közelebbről dobnak. Finley próbáltam egy érdekes mozdulattal a gyűrűbe tenni a labdát, aztán szabálytalanságot reklamál. Dallas-iak All-Star játékosa. John Dalsok nagyon vitatkozik. Nem ritka, amikor ő technikait kap. Most még megúszta. Fischer. Mindenképpen meglepetés az eredmény. Staples Centerben 22-12-re vezet Dallas, vagy bárki. Fox, O'Neal most már, Fischer, Show kérné, Fischer inkább eldobja, ez se jó, de jó. Biztos kézzel mezúzta, 22-14, már O'Neal ugrott volna a lepattanóért. Nash, Fanexel, Novicki, kivarázsolják a kezéből a labdát, na most, mehet a Lakers, Ori, gyönyörű mozdulattal pörgette be a gyűrűbe a labdát, 22-16. Mi újság a túloldalon? Finley, nem fújnak a bírók, mehet tovább. Fischer, Ori megint, óriási zsákolás, és egy percen belül följön a Lakers. 22-18, a Dallas időt kér, úgy kell lefogni Don Nelsont. A másik ismerősünk, Dale Harris látszik. Aki volt a Lakers edzője is, nem sok dicsőséget szerzett ezzel a csapattal. A fehér hajú úriember. És Don Nelson kap egy technikait. Na nézzük, mi történt. Hát itt Novicki labdavesztése. Tovább már nem mutatják egyelőre. Derek Fischer büntetője. Ben van. 22-19, 22-10-ről. Itt, amit Ori gyönyörűen bepörgeti a labdát. Szép zicser volt. Már ott a labdaszerzés volt a kulcsa annak az előző támadásnak. És itt mond valamit Crawford bírónak, akit szintén ismerhetünk, ez a kopasz úriember itt képernyő alján most. Sok nagy csatát fújt már. Don Nelson, Fanexel. Novicki. Ment középütt. Egyszer csak eltűnt Popeye Jones. Robert Ori volt a tettes. Kicsit indulatos mérkőzés.
Mavericks csapatához, edzői csapatához tartozik még Rolando Blackman, róla megemlékeztünk a tavalyi közvetítések egyikén, és ugye az előbb mutatott Dell Harris is. Ezért reklamált, ezért az O'Neal megmozdulásért Donaldson. Kobe nélkül följött a csapat. Az érdekesség mondjuk, hogy amikor Donaldson tavaly a prostatarákja miatt nem állhatott a csapat rendelkezésére, akkor nem Dell Harris helyettesítette, hanem Donaldson fia. Hát nyilván megosztották maguk között a munkát. Szintén Donaldson. Két N-nel írja a nevét. O'Neal. Lepattanó megvan. Fischer azonnal visszateszi. Fischernek nem megy a dobás. Ori kezét löpték meg. Egyelőre a bajnoki címvédő hátrányban a liga elsővel szemben. Jonesnak a harmadik faultja egyébként. És picit javítsam magam. Ugye hokival példáloztam. Nos, az utolsó pillanatban, az utolsó percben egyenlített a Detroit a Dallas ellen az NHL-ben, így az a meccs 3-3 lett és döntetlen született még a hosszabbítás után is. Hát itt most még a döntetlentől és a végétől is messze vagyunk. Az ötszörös bajnok Robert Horry. De döntetlen nem lesz ebben viszont biztos. Hát a lehes legvégén biztos nem. Eljött Sean Bradley. Nem jó meccse volt az első találkozó a Lakers ellen. 16 pont, 12 lepattanó. Alexel. Régen dobott hármast a Dallas. Bár jól látom, ezt csak kettőnek írják. 27-19. O'Neal. Fischer. Fischert hagyják dobni. Horry próbálta a gyűrűbe segíteni a labdát, a Lakers jöhet meg. Nash beleért. Samaki Walker a képem. No, róla is érdemes lesz majd, ha beáll egy pár szót ejteni, mert Kobe Bryant erősen kritizálta őt. Fox. Belül az utolsó percen az első negyedben. Panexel. Nash. Fischer lökte el testtel. Óriási feszültség van egyébként a pályán. Nash gyakorolja, mind a kettőt bedobta így labda nélkül. Az NBA-ben egyébként nem divat kritizálni a bírókat, legalábbis lényegesen kevésbé divat, mint mondjuk a labdarúgásban. De jól látható, szinte minden ítélet valamilyen kritikát kap. 23 pont. 7 gólpasszal egy utóbbi 4 mérkőzésen. És átlag a Novicki pihen most. 29-21. Ori. Fischer. Robert Ori. Show kérte volna, Ori inkább le a sarokba. Most Showé be középre, O'Neal tovább, Ori szépen csinálta. Csak a kosár maradt el. Sean Bradley mellett azért nehéz. A dallasi. LaFrance ül. Bryant is ül. Hát nem Burton megközésről van szó, hanem csak egyszerűen pihennek a padon. Robert Horry átlaga. Nagyon érdekes arca ennek a csapatnak, Robert Horry. Nagyon sokszor a kritikus pillanatokban szerel, üt oda, dob kosarat. És most jön Samaki Walker O'Neal helyett. Samaki Walker, akinek hátsérülése volt, és azt mondta róla Kobe Bryant, hogy ő elhiszi, hogy fáj Samaki Walker háta, de higgy el Samaki Walker, hogy ő legalább annyira sérült már, mint Kobe Bryant, és mégis játszik.
És amikor nincs O'Neal, akkor a második centernek ne fájjon a háta. Ha csak kicsit fáj, akkor játszon. Walker, hát minden esetre kicsikarta a labdát, Ori pedig bedobja a gyűrűbe. Ori jó csere volt, 29-24 ezzel. Fenexel, elég csak a végén eldobni. Nick Fenexel. El az utolsó 10 másodpercen a negyedben. Novicki zárna, Fenexel elindul, kiteszi, Finley áll bele. A lepattanó pedig a Lakersé, így aztán az első negyed után 5 ponttal, de csak 5 ponttal vezet a Dallas Mavericks a Los Angeles Lakers otthonában a Staples Centerben. Kareem Rush, egy újonc, Rick Fox ül. Egyébként a Dallas az egyetlen csapat a ligában, ahol a keretben, tehát a benevezett játékosok között nincs újonc. Még megvan Nashnek. Kobe Bryant-tel szemben, aki visszatért. Nash egyedül játszott most egy kicsit. Rush. És bejött Tracy Murray is. A Lakers legutóbbi mérkőzésén Tracy Murray a Jazz ellen 11 pontot dobott, úgyhogy valamennyi dobása a gyűrűbe talált. Rush, Kobe Bryant. Megvan Kobe Bryant első 2 pontja. Ritkaság, hogy ő a második negyedben kezdi a pontgyártást. 29-26. Két szautja miatt viszonylag sokat ült az elsőben, de ezzel együtt is teljesen igaz. Nash. Williams. Messé a labda. Beviszi a sűrűbe. Williams dobja el, a lepattanó pedig Robert Horry. Egy triplával akár egyenlíthet is a Lakers. Picit gödörben támost a Dallas. Horry. Murray. Nash. Büntetőig eljut. Jó büntetőző egyébként Steve Nash. Több mint 90%-os pontossággal dobja büntetőket az idényben. És itt láttuk Kobe Bryant-ot. Tracy McGrady és Allen Iverson mögött harmadik pillanatnyilag a góllövő listán Kobe Bryant. A csapat legjobb gólpasszadója Steve Nash. Igen, azzal a 7,6-tal is vezeti még a dobó százalékot, akár a büntető vonalról kell, akár pedig a parkett bármely másik részéről. A mezőnykosarakban 0,4-8, egészen pontosan majd 0,5, és a vonalról pedig 0,902 a százaléka, ami azt jelenti, hogy 10-ből több mint 9-szer betalál. Jó labda. Fenexel. Kifacsart pozícióban. Murray. És már jöhet megint a Lakers. Zavion George. Most már ő is bevethető játékra kész. Kicsit hosszabb a cserep adja már a Lakersnek, mint mondjuk a Memphis elleni találkozó. Rush. 31-30. Egy pont mindössze. Aria szabálytalan. Egyébként az összesített listán a két csapat összes egymás elleni mérkőzéseit, ha nézzük, 77-szer nyert a Lakers és 19-szer csupán a Dallas. Na, Rushról gyorsan dobtak is most 3 pontot, Nick Fenexel 34-30. Los Angelesben pedig 41 Lakers siker és csak 7 Dallas diadal, de mondom 12 éve nem nyert a Lakers otthonában a Mavericks. Murray. A 3 pontos dobó százalék látható, és amely itt tartunk, Nick Fenexel vezeti a Mavericks 3 pontos dobó százalék listáját 0,42%-kal. Fenexel. Egyébként most a 42%-kal, bocsánat.
ez csak dupla volt, de gyönyörű. Williams. Ó, de gyönyörű. Alexel zsákkal aztán, de ahogy megmentette a labdát a társ, az volt a csoda, Steve Nash. Érkeznek a kérések és a hozzáfűzések a közvetítéshez. Egy úriember kérdezi, hogy mit jelent a turnover szó. Hát az eladott labdát jelent, tehát a elvesztett labdát, és ebből ugye az ellenfél támad. Hát ezt jelenti. Raja Bella képen, aki talán épp akkor robbant be az NBA köztudatába, és ismerhettük meg mi is, amikor a Philadelphia vívta a Lakers-el a döntőt 2001-ben, és játszott nagyon jól Raja Bell az egész playoff során, most már a Dallas játékosa. Itt pedig Rush mellől, ahogy bepasszírozza középre Nash, és érkezik Fanexel. 38-30 ezzel. Mondtam, hogy egy kicsit beszélni fogok a nagy sorozatokról, amikor egy vereséggel megy egy csapat, de most ne beszéljünk, mert látjuk Lisa Leslie-t. És itt pedig talán meg lesz az elveszett Fridláda is. Lisa Leslie egyébként a Los Angeles Sparks játékosa. Dicsőség listájára nem elegendő. A hátrálévő 8 perc 22 másodperc ebből a negyedből. Fanexel. Tripla. De rossz dobás volt. Szóval 69-70-ben a New York... Tetszik a Los Angeles-i közönségnek. 69-70-ben a New York 23 meccs egyvereség. Ez az eddigi legjobb mutató egyvereséggel. Fischer ront megint. A végén bajnok lett a New York. Aztán 93-94-ben 22-1-el nyitott a Houston, a végén bajnok lett. 90-91-ben a Portland 19-1-el. A konferencia döntőig jutott, ott azon, aki kapott a Lakers-től. És ezt követi a 17-1-es mutatót Milwaukee kétszer, illetve Chicago. Milwaukee is, és a Chicago is egyszer bajnok lett. A Milwaukee egyszer a konferencia döntőig, mert szintén a Lakers-től kapott ki. Tehát magyarul egy ilyen 17-1-es rajt az négy esetben bajnoki címet jelentett, már értem egy minimum 17-1-es rajt, két esetben pedig konferencia döntőt, és ott vereséget a Lakers-től. Hát a 17-1 már most megvan, ugye? A 18-1-ért küzd a Dallas, és vezet 38-30-ra ebben a csatában. Fischer! Azért lehetetlen, hogy ne dobjon be semmit. És szó-mi-szó, amíg kintről nem dobnak, addig be fognak húzódni O'Neal-re a Dallasiak. Nowitzki. O'Neal szerel. Nem az ő kezéről ment ki a labda. Rick Fox kapja meg a melegítőjét, Sean Bradley, a tollat úgy engedte el a labdát, de az finoman nem a gyűrűbe hullott, O'Neal. Megint körbeveszik, és O'Neal-ről ment ki a labda. Hát ezt a zónát át kéne dobni ugye kintről, de nem lenne baj. Egy-két-hármas vagy középtávoli beakadna, nyilván védekezést váltana a Dallas, vagy jobban fognák a kicsiket a Dallasiak. Fanexel. Bradley. Bátran vállalkozik, mondjuk ezt is kihagyta Finley. Nowitzki. Így járt jobban a Dallas, mert ez egy hármas. 41-30. Újra 10 fölött a Dallasi vezetés. És Phil Jackson időt kér. Amikor a csapat 5 győzelemmel és 11 vereséggel állt, akkor Phil Jackson tréfásan azt mondta, célunk a 70 győzelem. Ám kétségtelen, hogy ha most zárulna az idény, akkor nem a rájátszásra kellene figyelni a Lakersnek, hanem arra, hogy milyen jó draft helyről várhatnák azt a következő idényt. Igen, hát kiesni ugye nem lehet, de az tény, hogy ez a Lakers egyelőre nyomaiban emlékeztet csak arra a Lakersre, amely zsinórban 3 bajnoki címet nyert. Nagyon sokan az 1990-es Detroithoz hasonlítják a csapatot, de nézzük meg előbb, amelyről az előbb már
beszéltem, hogy ezek a jó rajtok mit jelentettek. Ugye itt van a New York 23-1-jel, a Houston 22-1-jel, mind a két csapat ugye bajnok lett, és mondom, a Portlandnek és a Milwaukee-nak nem sikerült egyszer a bajnokság, de a Milwaukee-nak és a Chicagónak igen. Novicki 6 pont, hibátlan dobó teljesítmény eddig. És azért hasonlították össze a 90-es Detroit-tal a csapatot, mert a Detroit 89-ben és 90-ben bajnok lett, de a játékos állománya nem nagyon változott. Olyan nevek érkeztek csapathoz, mint Trent Banks, Fenice Dembo, Kenny Battle, Lance Blanks, szinte senki sem emlékszik rájuk, és Isaiah Thomas sérült volt, Frick Mahonra sem lehetett számítani. Nagy gondjai lettek a Detroitnak, de azért végül be tudott jutni a konferencia döntőbe. Más kérdés, hogy akkor a Chicago Bulls már úgy döntött, hogy elkezdi a nagy sorozatát. O'Neal második büntetője jó, 41-31. Fanexel. Novicki. Fanexel. Novicki. O'Neal. Ügyesen csinálták a Dallasiak. Novicki pedig lehet, hogy nem olyan súlyos, mint O'Neal. És talán nem is olyan magas, ne sül a padon. De hogy gyorsabb O'Neal-nél, az biztos. A második is hibátlan. 12 pont újra. A Francre sincs szükség. Egyébként egy komolyabb sérültje van a csapatnak, már úgy értem a komolyabb játékosok közül egy sérült. Eduardo Nájera a Dallasban, az ő játékára ma nem számíthat Ron Nelson. Fischer megint nem jó, ez tiszta dobó helyzet ezen a szinten. Finley, Novicki. Ez csak kettes, de biztos kettes. Hát hogyan játszana Dirk Nowitzki, ha nem fájna a könyöke? 45-31, 14 pont megint. Megint kezd elhúzni a Dallas. Devin George. Ez se jó. Sorra ellövöldözik ezeket a helyzeteket. Borzasztó rosszul dob a Lakers. Alexel 10 pont, 2 lepattanó, 1 gólpassz. Volt csapata ellen a túloldalon, O'Neal 10 pont, 3 lepattanó, 1 gólpassz. De hát az első negyedben villogott O'Neal. A második negyedben büntetőből volt eredményes. Fischer ül le. Alexel. Kobe Bryant-et rázta le magáról. Ő jött Derek Fisher helyére, mármint Kobe Bryant. 47-31 az eddigi legnagyobb különbség, 16 pont. Bryant, Fox. Nagyon jól működik ez a zóna. O'Neal sem tud tisztán dobni, Bradley bányásza ki a labdát. És indulhat gyorsan a Dallas. Demoralizáló tripla, de nem jön be. Kobe Bryant beviszi, leteszi O'Neal-nek. Reddit általában felborítja Shaquille O'Neal. Törékenyebb fiú Sean Bradley. De ő volt szabálytalan. Itt indul Kobe Bryant. Két pontot szerzett ma. Egy dupla, azon kívül semmi. Nem is emlékszem ilyenre. Góllövő lista harmadik helyezettje. Majdnem 30 kiló különbség van kettőjük között. Bradley egy jó néhány hajszállal magasabb. Novicki nem kivélte magát.
vízszintesen azonban O'Neill vezet. Finlay. Alexel, dobócsel, itt csak két pontos, túl közel volt, úgy tűnik. Kobe Bryant-i a lepattanó. Ügyes, Shaw, gyorsan jött a bejátszás, ez viszont támadó hiba. Hatalmas sikoly közepette zuhant a parketre Sean Bradley. Hát. Igen. Jó. Ott a keze és Bradley a lehető legjobb ütemben zuhant. Samaki Walker jön és vissza a Steve Nash is a túloldalon. Harmadik személyi hibája ez Shaquille O'Neal-nek. Őt is pihentetni kell. Csak kérdés, hogy megéri-e majd visszahozni. Már 15 pont a kosárlabdában. Amikor több mint egy fél idő hátra van. Nem kevés. Kevés, ez igaz, de a Lakers ellen ki tudja. Szép. Köszönöm, próbálkozott. A helyzet meg is volt. Megint Kobe Bryant. És Kobe Bryant eladja a labdát. Eddig nem az ő meccse. Hát szó mi szó. Bár a Shaquille O'Neal a legeredményesebb dobó, akkor jobban ment a csapat, nem Kobe Bryant. Nash. Nash sincs benn. Murray tovább. Kobe Bryant kihagyja. Éppen szerezte vissza Samaki Walker. Rick Fox nem áll bele a triplába. Megtehette volna, nem olyan rossz dobó ő. Walker. Szépen csinálta, megcsinálta magának a helyét lábbal, és utána tette föl. 47-34, két és fél perc van hátra fél időig. Finley. Griffin. Két dobás jön majd. Adrian Griffin. No, meg időkérés. Nagyon nagy szükség van most a pontokra a Los Angeles-i oldalon. A dobó százalékok, ez a pontok egészen pontosan, ahogy már Majdúba István is elmondta, 27,8-ben Kobe Bryant vezeti a dobólistát, őt követi O'Neal 24,9-el, majd azután Rick Fox és Derek Fisher mind a ketten 10 fölött vannak, Fox jelesül 11, míg Derek Fisher 10,2-es pont átlaggal van, őt követi George, Ori, Walker, Medvedenko, Shaw, és így tovább. Túloldalon Nowitzki 21,9, Finley 20,6, Nash 18,8, Van Exel 12, de még LaFrance, Nair és Bradley is legalább 8 pontot szór meccsenként. Közel a fél időhöz mindkét adat elég kevésnek tűnik. A két pont Bryant-től különösen, de O'Neal 12-je is magához képest picit azért az átlaga alatt van. Tex Winterhez fordul Phil Jackson. Rossz nyelvek szerint Tex Winter az ész ebben a csapatban. Tehát ő dolgozza ki a taktikákat. És hát bizonyos sikerek, amik a vezetőedző nevéhez, Phil Jackson nevéhez fűződnek, Tex Winternek köszönhető. De van ott még egyébként két ismert edző. Kurt Rambis talán emlékeznek, ilyen speciális szemüvegben játszott annak idején, az első ilyen gumival felkötött szemüveg, illetve Jim Clemens, és egy régi nagy taktikus. Murray talált be. Rambis egyébként négyszeres bajnok, úgyhogy van mondani valója a csapatnak. Alexel húz elő egy triplát. Mikulás puttonyából. Amerikában egyébként nem ünneplik a Mikulást. Meg egyébként is
már egy nappal Mikulás után vagyunk, amikor ezt a meccset játszák 7-én, akkor meg pláne, akkor már Európában se ünneplik, de puttonya azért lehet. Fanexel, Nash, ez is hármas, ez is benn van. Szétlövik a Los Angeles Lakers-t. 9 3 pontos dobott eddig a Dallas, 9-et. Még nem vagyunk az első fél idő végén. Kobe Bryant. Murray. No, dobást hibáz. Másfél meccs után került erre sor. Fanexel, Novicki, ez is hármas. Hát ha ez is bemegy, már pedig bemegy. Hihetetlen, mit művel a Dallas most. Elképesztő. 58-36, 22 pontos különbség. Nem jó. És már ott elő van induló ember. És ez ugyancsak dupla, de ebből is hármas lehet. Igen. Finley. Mark Cuban, a tulaj. Ugye még nem is fizetett olyan sok büntetést. Nash indít. Itt Fanexel hármasa, ez nyitotta a sorozatot. Aztán Novicki. Murray elkésik. Hát föladta a leckét a Lakersnek a Mavericks. 60-36, hát ennyi pontot dobni a Staples Centerben a Lakersnek, 61-et ráadásul. 25 pontos különbség. Jó, lehet ebből faragni, mert hátra van még fél perc. 61-36. Ez hihetetlen. Ez szép játék. Griffin rántotta vissza Kobe Bryantet. Még mielőtt Kobe helyzetbe került volna. Kobe két pontos változatlan. Csönd van a Staples Centerben. Öreg Jack se erre gondolt, amikor úgy döntött, hogy ottan idő szerint péntek este megnézi ezt a meccset. Show. Samaki Walker ezt is kihagyja. Illetve ez is kimaradt, hiszen Walker olyan sokat nem hagyott ki eddig. Fanexel. Na, a végén elég eldobni. Novicki. Novicki még. Beteszi ezt is. És ez is három pontos lehet, ugye, mert jár egy jutalombüntető. 63-36. Hát mit mondom az első negyed végén, hogy csak 5 ponttal vezet a Dallas a Lakers ellen. Ronald Jago meg azt mondta, elég az. Hát most pillanatnyilag 26. Sőt, 27 pont. Már több. 28 pontos Dallas vezetés az első félidőt követően a Staples Centerben. Hát nagyon úgy tűnik, hogy 1990 után újra nyerni tud a Dallas a Lakers otthonában. Kívános lesz ez a meccs, sem mint izgalmas. A Lakers egyébként ebben az idényben 11 alkalommal volt hátrányban a félidőben, és 10-szer ki is kapott. Egyszer tudta csak a félidei hátrányát megfordítani, de hát az nem 28 pontos hátrány volt. És ha már itt tartunk, Török Péter említette, hogy azért ennél nagyobb hátrányból is nyert már csapat. Valóban így van, 33 pontos hátrányát dolgozta le 1996-ban a Utah Jazz a Denver Nuggets ellen, és fordította meg a mérkőzést. Hát ez most pillanatnyilag az álom szintjén jelentkezik, de Hollywoodban minden megtörténhet. Kobe Bryant első fél idei dobóformáját hozta ennél a kísérletnél. Nash, Finley, Griffin. Ilyen szépen csinálta. Griffin hasznos játékos. Ő is 30 pont ezzel. 66-36. Sokan még a büféből jönnek. Egyébként közel 20 000 néző a Staples Centerben. És hát szó nagy fújolás közepette vonult az öltözőben a Lakers. Búzás, ahogy ott mondják. Fischer. Bedobta, Derek Fischer. Kosarat szerzett, hurrá. Az első fél időben 9 dobásából egy ment be. Meg ugye bedobott egy technikait, egy büntetőt, ezért tudott 3 pontot összeszedni. Bradley rontott, Horry megáll, Fox,
Fischer, Kobe Bryant, hát most a legjobbak vannak benn, Nash vetődik rá a labdára. De a legjobbak vannak benne a túloldalon is. Finley, Nowitzki. Tovább engedik. Fischer. Üres a sarok. Fischer. Fox közelebb megy. Nem van. No, ez most akár még jó is lehet. Nem dobta el kintről Rick Fox, inkább közelebb ment. Bedobta és még szabálytalankodtak is vele szemben. Itt jön Griffin. Késve. Rick Fox 11 pontos átlaggal áll jelenleg. Ma 5 pontos. És volt 4 gól passza. Nash. Mindegy neki, melyik kézzel vezeti a labdát. Nash még. Megtalálta az üres ember Griffin. Be is megy. 68-42. Nash újabb gól passza. Curry. Fox. O'Neal. Szinte lehetetlen megjátszani Shaquille O'Neal-t. Nagyon jól csinálják ez a tömrölő zóna védekezést. Kobe Bryant hiba. Nem, de ez még viszonylag nyugodt. Itt lehet látni Nash, amit leosztja. És Griffin dobása jó. Nash megint. Lábbal nehéz őt követni. Nash. O'Neal-t is kicsalta a palánk alól. Nowitzki. Ez rövidnek tűnik. Az is O'Neal. Kobe Bryant. Ha elkapna egy jó sorozat a Lakers, akkor még talán lehetne valamit. Hozzáért egy kéz. Közönség is lázba jönne. Láthattuk ugye az első negyedben, amikor följött egy pontra a Lakers. Index Jackson úgy döntött, hogy most nem fütyül. Ritka helyzetben van, mínusz 26 pont. Kobe Bryant ügyesen. Ori. Igen, igen, ő jó távoli dobó. Az első fél időben mégsem próbálkozott a három pontos vonalon túlról. Ez benn van. Hármas volt, ugye? Bradley. Finley hagyja ki. Kobe Bryant ügyesen félre kapta magát, mint egy balerina, hogy hozzáérjen a labdához. Ez nagy passz, mondjuk. Négyen voltak Kobe Bryanten. Nem csoda, hogy Robert Ori tisztán maradt. Ő inkább a playoffban él egyébként, de hát oda el is kell jutni. Kobe Bryant, Nowitzki! Húha! Hatalmas blokkolás volt. Nash. Griffin. Joe Crawford befújja. Griffin dob. És itt pedig egy kapcsöket látjuk a képen, a Lakers általános menedzserét. Többek között általában neki köszönhető az, hogy a Lakers ekkora bajban van, hiszen hiába három bajnokság, igazából komoly játékos nem vettek. Talán most Tracy Murray lesz az, Isaiah Ryder, Lindsey Hunter, Mitch Richmond nem sokat tett hozzá a Lakershez. Bármennyire is nagy név volt közülük egyik vagy másik, O'Neal. És közben elment ugye Ron Harper, Horace Grant, AC Green többek között. Itt van Nowitzki blokkolása. De szép, tiszta blokkolás. -45. 18 meccséből, melyből ugye 17-et nyert a Dallas,
12-szer megdobta a százat. Onil pedig 62%-kal dobja a büntetőt. Ez most 50%-os volt ez a sorozat. 70-46. Es. Visszafordul, de kihagyja. Kobe Bryant. Na most elindul. Ez is kimarad. Hát Kobe Bryant el van átkozva eddig. Finley. Nowitzki. Büntet. Nowitzki azonnal büntet. 73-46. Ez is tripla volt. 4-3-as dobott eddig Dirk Nowitzki. Kobe Bryant. Rick Fox. Nowitzki tiltakozik. Megy be Kobe. Hát ez nem Los Angeles-i, ez a gyűrű. Pedig Los Angeles-i. Igen, hát, de mégse az, látod. Szép passz volt. Hát ez hihetetlen. A Lakers művel már pedig most nem lehet azt mondani, hogy a cserék rontanának. Ez Rick Fox volt most. Nash. Megy be. Fox. Kijön. Mindenki jön a gyűrűből. 73-46. És eltelt ismét egy fél negyed. Sőt, Finley még körbe is nézhetett. Más kérdés, hogy elrontja. Most már nem dobja olyan nagy hatásfokkal a triplákat a Dallas sem. De hát dobtak 10-et ugye az első fél időben, és ebben a játék részben is betaláltak. Kobe Bryant, O'Neal, na most megkapja, benn is van. Néhány SMS-re ad válasz, hogy miért van fekete szalag a sárgák mezén, kérdezi Manu. Nos, Chick Hearn, a legendás Lakers tudósító, riporter hunyt el. 1916-ban született, és idén hunyt el. Az ő emlékére a Lakers sárga szalaggal játszik. Minek a rövidítése az NBA, National Basketball Association, az amerikai, vagy ahogy Magyarországon a szaksajtó használja, az észak-amerikai profi kosárlabda liga rövidítése. A lányok átöltöztek közben. Az átöltözést mutatnák, még talán ennél is látványosabb lehet. Hát, hogy valami öröme legyen azért a Los Angeles-i publikumnak. Lesz-e zsákoló verseny a Magyar All-Star Gálán? Tudom, hogy van, hogy igen. Szokott. Tracy McGrady 31,3 ponttal vezet, Allen Iverson 29,3-mal a második, a legjobb pontszerzők listán, és Kobe Bryant 27,8 ponttal a harmadik helyen áll. Ma viszont 2 pontot sikerült a közösbe vetenni, 7 dobásából egy ment be. Rémisztő. Nézd, van csillag a dallasziak hátán. Nos, ez a Texas állam csillaga. Úgy is hívják, hogy a magányos csillag állama. Texas állam zászlójában is szerepel ez a bizonyos magányos csillag. Nos, ezért viseli, tehát nem bajnoki címet vagy egyebet jelöl. Hiszen Dallas Texasban van. Mert nagy passz. Jockey Ewing rajongók bizonyára tudják. O'Neal. Most kapott egy labdát, legalább odáig eljutott LaFrance mellett, hogy büntetőket dobhat. De olyan nagyon nem apad az előny, szó mi szó. Ugye 28 pontról megvárom ezt a büntetőt. Lejön 23-ra a Lakers. Mit tud hozzátenni Robert Horry és Kobe Bryant? Nagyon készült a Los Angeles-re a mérkőzésre.
napok óta erről cikkez az egész sajtó Los Angelesben, hogy most kell megmutatni, hogy ki az úr a házban, hiszen nagyjából egészséges mindenki Los Angeles-i csapatban, mindenki fogadkozott. Hát és szép lassan muszáj lenne nyerni, mert hát még ilyencsak ugye csoportjában utolsó a Lakers, és hát elég messze van a rájátszást jelentő helytől. Fischer. Szép! Hát és szép lassan muszáj lenne nyerni, mert hát még ilyencsak ugye csoportjában utolsó a Lakers, és hát elég messze van a rájátszást jelentő helytől. Fischer. Szép! Kobe Bryant óriási labdát adott Derek Fischernek. 73-52. Ezek lehetnek azok a pillanatok, amikor megjön az önbizalom. És mondjuk, ha egy 10-15 pont közötti különbség állna be a negyedik negyed előtt, akkor talán Fanexel. Ó, de szépen csinálta. 75-52. Kobe Bryant. Most jut el hozzá. Hármas tront. Rick Fox visszaszerzi. Fischer. Fox. Ez se jó. O'Neal. Na! Ez tetszik a közönségnek. Majdnem azt mondtam, nincs kapus, aki ezt kifigye, de kosárlabdában eleve nincs. Shaquille O'Neal-t elnöknek szeretnék. Shaquille O'Neal for Prez, azaz for President. A négyes kimondva ugyanúgy hangzik, mint a fornak nek. Hát azért megnézném. De ne próbáljuk ki, úgy gondolom. Shaquille O'Neal maradjon inkább a kosárlabdánál. 75-54. Mesh. France. Finley. És megint. Most jól védekezik vele szemben Kobe Bryant. Szer volt eldobni, mert lejárt a támadó idő is. Nem volt jó a dobás. Fox. Kobe Bryant. Szép bejátszás. O'Neal azonban nem tudja megfogni. Rick Fox. Tegyük fel, hogy passzolt O'Neal. Kobe Bryant. Na most, hogy Shaquille O'Neal miért nem fogta meg, arról azért egy lassítást szívesen megnézik, mert mondja, hogy oda vágtak a karomra. Én szerintem is valami hasonló történhetett. Nyitnék Fanexel. Súnyi módon most megbújik. Nem jelentkezett, hogy... Ő volt, igen. Igen, én voltam. Kobe Bryant 3-ra növelte pontjainak számát. Igen, itt a bejátszás. Hú, hát igen, nagyon messze volt ez a szabályostól, amit Lafrance is lehetne adni. Alexel művelt. 4 pont Kobe Bryant. Hát azt az 2 pontot megdobta már ebben a fél időben is. 75-56, 20 ponton belülre kerül a Lakers, ugye? Friends. Finley. Hármas. Amikor egy picit élne Los Angeles-i remény, rögtön jön egy tripla, és jó esetben csak egy. Fox. Kobe Bryant. Ezt szépen csináltam. Ez már az igazi Kobe Bryant volt. 78-58. 6 pontos ezzel Kobe Bryant. Nash, Nowitzki. Majdnem megszavolt a labda, Fanexel. Hát ha ilyen nyugodtan beleállhat, akkor nincs esély. 81-58 ezzel. 2 perc van hátra. Ebből a negyedből. Csak visszatekintve az első fél időre, az első negyedet 29-24-re nyerte a Dallas. Még a másodikat 35-12-re. O'Neal kihagyja a France.
Hanexel. Nem van ő is, és Nash is. Hanexel gyönyörű, de gyönyörűen csinálta. Rick Foxról, ahogy lepördült. Ez már egy sokkal kiegyensúlyozottabb negyed lesz. Láthatjuk, így folytatják. Láthatjuk Mark Madsent a kispadon, aki ma nem jutott szóhoz eddig. És nagyon nem is drukkolt, mert kicsi az esély. Rengeteg kosár mind a két oldalon. Rick Fox. 83-61. Azért így a Dallas védekezése jónak mondható, hiszen kb. 20 pontot kapnak ugye negyedenként. És dobtak 13 triplát eddig. 15 különben a csúcsuk. Hát most már 14-nél járnak Finley. Tehát a csapat csúcs, hiszen kétszer is dobtak 15 triplát egy mérkőzésen. Hát ezt megdönthetik, ha kettőt beszórnak a hátralévő 12 perc, 45 másodpercben. Fischer szerintem az ellenfélre dobta most rá a labdát. Mégis a Dallas jöhet, de csak az időkérés után majd. Itt van már Cuban. A tulaj. Hát neki ez nagy boldogság. Még egyszer ismétlem, 1990. december 12-e óta nem nyert a Lakers ellen idegenben a Dallas. Még ez is jó lehet, Finley. Rövid. De megvan a labda. Zsinórban 23 vereséget követően megtudhatja a Mavericks, hogy milyen nyerni. Angyalok városában. Hát ha megnyeri a meccset, persze. Nem áll ez messze. Ha Nexel. És még így jó. 88-61. Novicki talán már a győzelem ízét érzi, amikor frissít Kobe Bryant. Nincs szabálytalanság. 27 pont. Egyet tudott lefaragni a harmadik negyedben a Lakers. Hát 26 negyed nem lesz hátra, hanem már csak egy. De hát nem felejtett ő el kosárlabdázni. Jó játékos, rossz napja eddig. Kobe Bryant. De a Lakers, hogy mondjam, győzni akarását jelzi, hogy Kobe és Shaquille O'Neal is a pályán van. Tehát nem adta még föl a mérkőzést Phil Jackson. Nash. Nem mondja azt, hogy nagyon jöjjenek a cserék. Tegyük el magunkat holnapra. Következő meccsre Kobe Bryant. Murray. Lekúszik a labda a sarokba. Murray aztán bejátsza O'Neal-nek. Ez hármas. Jó. A Dallas egy zónát védekezik egyébként, és mindig az, aki melyik oldalon Shaquille O'Neal van, a szélső, tehát a hárman, akik az alapon állnak, a szélső mindig te segít. Azért járatja másik irányba meg a labdát, míg a Lakers előbb, mert akkor így átvált az a védő, és így Shaquille O'Neal egy az egyben tud játszani, és jó esetben ezt meg is nyeri. 90-64 Nash kosarával sódobta egyébként az előző triplát. Itt látszik, hogy bekettőzték. Kobe Bryant. Harmadik mezőn kosara ma este. A délelőtt. Ezen a meccsen maradjuk ennyiben. Attól függ, hogy ugye honnan nézzük. 90-66. Nash. De rövid hármas volt. Devian George szedte le. Közben érkeznek folyamatosan a levelek, illetve az e-mailek. Vannak Kobe rajongók, és Kobe nem nagyon szeretők. Van, aki azt írja, jót tesz ez a meccs Kobe-nak, mert nagy egója és nagy arca legalább lejjebb apad. Másik pedig azt írja, hogy hajrá Kobe, lesz ez jobb is. Egyébként kérdezik Kobe Bryant karrier csúcsát is. Nos, január 14-én ebben az évben a Memphisnek dobott 56 pontot Kobe Bryant.
Az All-Star hétvégét egyébként, az NBA All-Star hétvégét közvetítjük élőben, illetőleg hát magát az All-Star mérkőzést majd. És összetorultatunk az eseményekből, ahogy szoktuk. Így van, és az iránt is érdeklődnek, hogy várható-e, hogy hétköznap is lesz NBA közvetítés. Most ami egészen bizonyos, hogy élőben fogjuk majd az Orlando-Detroit mérkőzést közvetíteni december 25-én, tehát karácsony első napján, este 8 órakor. Ez egy ilyen kis ünnepi ajándék a Sport1-től az NBA rajongóknak. 90-69, Nash. NBA kis szótárunkra is kérdeznek. Azt kérdezték, hogy mit jelent a tripla, dupla. Ez azt jelenti, hogy három darab kategóriában két számjegyű eredmény született egy játékos teljesítményében. Ennek egyébként a lékezben szintén Kobe Bryant specialistája. 92-69, közelebb lopódzott a Lakers. A Dallas számára talán csak az lehet aggasztó ebben a negyedben, hogy csak Steve Nash játszik jól támadásban. O'Neal. Esélye nincs megállítani, ha így megkapja. LaFrance zuhant, de nem volt támadó hiba. Nash. Fanexel. Nash megint. LaFrance nem dobja el. Williams is bent van. Finley. Kira Williams, Murray mellől ellövi, Murray a lepattanó. Kobe Bryant. Hú, ez bemegy. Igen, azt hiszem Kobe Bryant elégedett azzal is, hogy dobhat két büntetőt. És már egy másodpercig szünetünk van. Lélegzetvételnyi idő alatt elmondom, hogy 24-25-re nyerte a Lakers azt a bizonyos harmadik negyedet, mert az előbb szó volt. És hát akkor itt az utolsó negyedben a lehetőség a Lakersnek a győzelemre, hogy a Dallasnak megtartani. Színészeink kitartanak. Na, valamit. Egy kislányt lát szerintem. Egy kis távcsővel. Amikor a bajnok rosszul kezdett, 69-70-ben a Boston Celtics 6-14-jel, a Chicago Bulls 6-14-jel, 98-99-ben, ugye ez a Jordan utáni éra volt, és hát ezen a listán ott van a Lakers is, 7-13-mal, amikor 20 meccs után a legrosszabbul állt a címvédő. Mitch Kupchak, Jackson, Kobe Bryant. 92-72. O'Neal. Bryant. Már csak 19 pont. Kobe Bryant. Szép labda, ő de jó, szépen oda volt a Shaquille O'Neal-nek. 92-75, megállt a Dallas. Nick Van Exel. Pontot dobott ugye három negyedet követően a Dallas. Azóta Steve Nash két kosara, most Van Exel is kihagyja. Jön előre Kobe Bryant. És nagyon följavult a Lakers dobó százaléka. Murray. És hárman dobhat, ha jól láttam, kívül volt még a vonalon. Rázbant Williams. Szerintem belopódzott. Amikor fölmutatta a labdát, akkor volt kívül, de hát mindjárt meglátjuk ezen. Nem fogunk összeveszni. Mi biztos nem. Na nézzük. Na. Behuppan. Most vissza kell majd hozni.
15 pont. Hátra 7,5 perc. Alexel. Elveszíti a labdát. Senki nem bántotta. És ugye már a közönség is. Bizony a Staples Centerben nagy örjöngés várható, pláne ha Kobe Bryant még párszor megcsinálja azt, amit most. Hú, hogy ott hagyta a védőt. 92-79, 13 pont. 27 volt ugye háromnegyedet követően, 28 volt a félidőben. Újabb eladott labda. Érkezik Steve Nash. 4 pontot dobott mindössze a Dallas ebben a negyedben. De még mindig ugye sokkal jobban áll a Mavericks, de már nem annyira jól. Megfelezte a különbséget a Lakers Finley mellett. Kobe Bryant. A negyedik negyed. Elképesztően durva sebessége van Kobe Bryantnek. A bizonyos legendás quick first step. Az első lépéssel tud magának egy méter előnyt szerezni. 7 dobásából 6-ot beszórt a Lakers. Sőt, Devin George hármasa. 10 pont már csak. 92-82. Persze, hogy a Dallas időt kér. És állva tapsol a közönség. Kivéve persze Jack Nicholson. Jack Nicholson. Na most már megnézem. Azt mondja, hogy 1977. november 25-én a Milwaukee Bucks a negyedik negyedben 28 pontos hátrányát dolgozta el az Atlantával szemben, és nyert. Ez a csúcs. Hát most 27-ről följött 10 pontra. 21-4. Ez a negyed a Lakersnek. 21-4. Izgatottabb már Mark Cuban és Don Nelson is. Nash. És megjött a közönség hangja is. Defense, azaz védekez. Nash még. Míg az idő a Dallasnak dolgozik. Embert fognak a Los Angeles-ia. Szabálytalanság. Jó van az a maga biztos győzelem. Most már egy sima győzelem is elég lenne. Novicki. Ő is bent. Finuli, Femexel. Rengeteg idő van még. 6,5 perc. 10 pont. Bradley. Finley dobása jön le. Bradley nem tud lepattanót szerezni. Murray, ez is hármas, kicsit talán elkapkodta, nem kellett volna így gyorsan eldobni, de hát az előbb Devin George-nak bejött. Ó, Novicki. Újabb eladott labda. Mark Madsen, na, most már szurkol. Játszani még nem játszik, mert az azt kéne, hogy 20-szal vezessen a Lakers a Dallas ellen. Nem hiszem, hogy sokat játszott a múlt heti közvetítésünk alkalmával, láthattuk. Sőt, jól is játszott, de hát a Dallas egy más kategória. Kobe Bryant. Ben van. Akkor veri meg Finleyt, amikor akarja. 10 ponton belülre jön a Dallas ellen a Lakers. No, Spielberg, lehet, hogy megfilmesíti. Bradley. Jól kapja vissza, és kihagyja a zsákolást. Devin George szabálytalan. Hát azért ezt illet volna behúzni még védővel együtt is. Minden esetre érzésem szerint a Dallas azért el fog mozdulni a 92 pontról. Nézzük meg, hát azért... Jellabdához ért. Hát szerintem kezdet is ért, de nem, ezen sem veszünk össze. Bradley jó büntetőző. ...80%-át bedobja a büntetőinek. Itt. Finleyvel szemben Kobe Bryant. Jó, Bradley második büntetője is. 94-84. És már csak 5,5 perc. Show. O'Neal. És már kívülről és belülről is veszélyes a Lakers. Kobe Bryant. Még mindig ő, Novicki. Belekap.
kaphatott aztán esetleg Kobe Bryant a személybe. Mondaná, ezen az első negyedben volt ilyen ideges. Phil Jackson talán tudja, hogy mi jön. Derek Fisher a törölközővel. Kobe Bryant. Jön ám Robert Horry. Az első három negyedben 39%-osan dobott a csapat, mármint a Lakers. A negyedik negyedben ez 80%. Murray-t váltja Horry. Ben van. 94-86. 8 pont, bő 5 perc. Nash. Novicki. Igen, igen. Ha másképp nem megy, ki erőszakolják a szabálytalanságokat a Mavericks játékosait, hogy aztán ne menjenek a büntetők. Nagyon nagy elszántsággal játszik a Lakers, nagyon jól védekeznek. De most már megint a Dallas is komolyabban veszi. Igaz, komolyan vették ők. Komolyan szerintem, is csak nem, igen, sikerül. 20 büntetőből 18-et bedobott a Dallas. Azt a kettő lép Novicki hagyta ki. Egymás után. Jackson és John Crawford. Hány csatát éltek meg együtt. Novicki a sajátos terpeszében. Benne ez is. 96-86. Nem szívesen engedi 10 alá Dallas a Lakers-t. Igaz, a Lakers meg nem kérdezi, 10 alá jöhetek? O'Neal kezében nincs ott a labda. Finley. Nash. A múltkor 98 pont elég volt a Dallasnak a Lakers legyőzéséhez november közepén, mert akkor csak 72-t dobott a Lakers. Nash. El kellett dobnia, mert lejárt volna a támadó idő szép lassan. Nem jött be. Kobe Bryant. Káprázatosan fedezi a labdát. Ó, szépen kijátszák, csak be kell dobni a végén. Ben van! Kobe Bryant hármasa. 7 pontra följön a Los Angeles Lakers. Na ezért vettek jegyet közel 20 000-en. Hanexel 96-89, de már csak 4 perc. Megtörik-e a 12 éves átok Los Angelesben? Novicki. A védőt elküldte, de a labdát nem dobta be. És megint Kobe. Ez az ő negyede. Kobe Bryant beviszi, és most jó az ittszer. Most bezzeg minden összejön. 96-91. 5 pont, már csak 5 pont, de már csak 3,5 perc van hátra. Óriási, amit a Lakers csinál, ha sikerül, ha nem. Nash, és most kimarad az ittszer. Túl erősen tette fel a palánkra a labdát. Kobe Bryant megint. Show, higgadjunk le egy kicsit. Ari, ő sem dobja el. O'Neal-t. O'Neal megjön, és O'Neal bedobja Bradley mellett. Mi több, még szabálytalanság is történt. Liza Leslie tud zsákolni egyébként hölgyek közül. No, és Shaquille O'Neal büntetője. 96-93. 3 pontos Dallas vezetés. Hát ez lélektanilag. 27 pontról följött 3-ra a negyedik negyedben a Lakers. Kihagyja O'Neal. Igen, de Bradley bemozdult. Újra dobatja a bíró. Marad a 96-93. Itt van Del Harris ősz haja. Gyerünk, Lakers, gyerünk! Az időkérés után jön vissza majd Shaquille O'Neal. Itt Kobe Bryant triplája. Triplát ugyanis még nem dobott ma, most már igen.
és egy nagy játékos. Hihetetlen. Szóval 6 pontot dobott 3/4 alatt. 6-ot. Volt, hogy 9-1-jel állt a dobás biztonságát, illetve Mark Madsen szurkolva, meg Derek Fisher is. És most ez a Kobe Bryant a vállain viszi előre a Lakers-t. Magic Johnson a képen. 1990. Igen, ez az, amikor legutóbb győzni tudott. McCray kosarával egyenlített a Dallas, és jött a hosszabbítás. És végül is 112-97-re nyert a Mavericks akkor a Lakers ellen. És az az ember, aki akkor a hosszabbításban hős volt, Rolando Blackman, most ott ül a Dallas padján. Ott. Mark Cuban mellett, Donaldson és Del Harris mögött. 32-8 ezennek a negyednek az átlagom statisztikája eddig. Hát be kéne állni az összes segédedzőnek, meg Donaldsonnak is talán, hogy legyen valami. 32-8, Kobe Bryant 15 pontot dobott ebben a negyedben. 15-öt. És még hol vagyunk a végétől? O'Neal most is kihagyja. Williams-i a lepattanó. Ügyesen tette ki Nash. 3 perc, 3 pont. Nowitzki. Hát ki hitte volna, hogy ilyen izgalmas lesz a vége, mondjuk a harmadik negyed után. Nowitzki. Mit védekezett O'Neal? Igen, O'Neal lábbal tartotta bizony Nowitzki gyakorlatilag. Nézzük csak. Odaér, lezárt az alapvonalat. Ott is követi. Néha meglöki, de... Nash. Három másodperc, kettő dobni kell, Nash el is dobja, és behullik. Steve Nash, hát vannak idegei, 98-93. Kettő és fél perc. Kobe Bryant. Elmegy Finley mellett, és áthúzza a gyűrű alatt a labdát. Nowitzki kezeit is kikerülve. 98-95. Szédületes mérkőzés. Ezt már a playoffban is elfogadnánk. Nem pedig így az alapszakasz negyedénél. Nash. Ez szabálytalan volt. Steve Nash tartja a csapatot. A kis kanadai. Kicsalja O'Neal-t, aztán fölgyorsít. Az, ami az előbb nem jött be, most igen. Csak hát a másik csapatnak van egy Kobe Bryant-je. Ez is milyen okos volt, mert Nowitzki zárta azt az oldalt, az valószínűleg egy blokk jött volna, ugyanúgy jött az első fél időben. És Kobe még megnyújtotta a lépteit, átvitte a gyűrű alatt és visszafelé. Visszatekerte. Williams helyett Bradley. Nem adja azért olcsón, a Dallas sem, ne higgyük. Hiszen egyenlíteni azért nem tud a Lakers. 195. Belül az utolsó két percen. Hát ha ugye nem lesz hosszabbítás. Bryant. Ez is benn van. Hát ez annyira megmagyarázhatatlan, mint ahogy az első három negyed az volt Kobe Bryantet illetően. Bár ilyet már inkább láttunk. 197, Nash. Nincs benn. És megvan a labda a Lakersnek. Duplával közelebb jöhet, triplával egyenlíthet a Los Angeles-i csapat. Show emeli föl. Hármas. 100, másfél perc van hátra. Egy kicsi szünetet tartunk, és aztán jön a folytatás. Akkor 100, 1 perc, 28 másodperc van hátra, döntetlen. Azt hiszem 2-0-ra vezetett a Lakers legutóbb. Nessé a labda. Nowitzki. Nincs dobóhelyzet, Nowitzki mégis eldobja. És szabálytalanság. Williams volt szabálytalan, Robert Orival szemben.
A Dallas a legutóbbi három mérkőzésén a bajnokságban 103 pontot dobott, és ez mindig elég volt a győzelemhez. Hát most meglátjuk. Mert most vezethet a Lakers. Robert Horry. 10 pontos, de 4 büntetőjéből csak egyet dobott be. Nincs benn. Marad a döntetlen. O'Neal lejön. És most már a lelki előny mindenféleképpen a Los Angelesnél van. Cuban alig lát, illetve mi alig látjuk őt. De lehet, hogy ezt már nem is akarja nézni. 101-100. Nash. 70 másodperc van hátra. Pontot kell dobni a Dallasnak. Fenexel. Eldobja kintről. Tökéletes. Az egykori Lakers játékos Nick Fenexel megszerzi a mérkőzésen a Dallas 15. hárompontos kosarát. Ezzel beállítja a csapatcsúcsot is. 103-101. Most viszont muszáj kosarat dobnia majd a Lakersnek. Nagyon messze volt Kobe Bryant tőle. És Fenexel nagyon messziről eldobta. Hogy örülnek Raja Bellék. Lesz-e 18-1-es győzelem vereség mutató? Ez a Dallas szurkoló reménykedik ebben. Donaldson is bízik a sikerben. Hát időkérésre is van még lehetősége. De a két csapatnak 1 perc 4 másodperc van hátra. Hát és itt minimum egyszer oda-vissza, sőt, inkább kétszer oda-vissza lehet támadni. Hát most még nem éri meg talán szabálytalankodni. Nem van. Show. 103-103. Brian Show hős lesz. Az előbb dobott egy triplát, most egy duplát. Az utolsó 2 percben. 50 másodperc. Nessé a labda. Még 15 másodperc támadóidő. Ness. Rövidnek tűnik. A labda pedig feldobás. Feldobás, hiába öleli LaFrance, együtt húzták le a levegőből, ezért feldobás. Más kérdés, hogy LaFrance ugrik majd Devin George-al, George ruganyosabb, de hát LaFrance magasabb. Elvileg a Dallas fogja elütni, itt nyúlnak együtt érte, ez már szabálytalan lenne, ha akkor fogna rá George. No szóval, LaFrance és George ugrik. 44,6 másodperc. A Dallasé a labda. És a Dallas támadhat még 20 másodpercig. Nash. Nokit. Vagy egyedül Nash. Eladja a labdát, Shaquille O'Neal megszerzi. 5 másodperc van hátra a mérkőzés. Lefújása és a támadó ide lejárta között. Tehát szinte végig a labda a Lakersé lehet. 103-103. Ha így marad, hosszabbítás. Show. Bryant. 10 másodperc. Kobe Bryant elindul. Eldobja. Jó! Kobe Bryant. 21 pontot dobott ebben a negyedben. És 27 pontos összesen. Ám lehet, hogy ez még mindig nem lesz elég. 105-103 a Lakersnek, de van hátra 8,4 másodperc. Ha a Dallas bedobja a 16. tripláját, megnyeri a meccset. Duplával egyenlő. Azt most én kizártnak tartom, hogy a Lakers gyorsan szabálytalankodik, mert a Dallas remekül dobja a büntetőket. Igaz, mondjuk két sikeres büntető esetén a labda visszaszállna a Lakersre, Kobe Bryant. Csodál. Most ő veri meg Nick Fenexelt. Azt a minden. És emelkednek az emberek a Donaldson LaFrance-nek. 105-103 a Lakersnek. Most 103 pont nem elég a Dallasnak ahhoz, hogy győzzön. Mint a legutóbbi három meccsen. 0 pont, 2 pont, 4 pont, 21 pont. Shaquille O'Neal leül. Most mozgékonyabb emberekre van szükség. Meg hát, ha szükség lesz a játékára, hosszabbításban. No, kettesre vagy hármasra megy rá a Mavericks.
és megtörje végül a 12 éves átkot, vagy zsinórban 24-szer is kikap Los Angelesben. A Lakers a Chicago ellen 79-ben tudott 25 pontos különbségről győzni, a félidőben most 28 pontról sikerülhetne ez. 6 másodperc, Nash elcsúszik, Finney, dobóhelyzet, lejön a hármas, és nincs meg Novickinek a lepattanó, nyert a Lakers! Hát ez csoda. A Los Angeles Lakers történetének legnagyobb visszatérését nyújtotta, hiszen mínusz 28 pontról, a negyedik negyed előtt pedig mínusz 27 pontról indult, és nyert végül 105-103-ra. A Dallas bebizonyította három negyeden keresztül, hogy nem véletlenül liga első, nem véletlen, hogy csak az Indiana verte meg ezt a csapatot. Most viszont a mumus, a Los Angeles Lakers megint győzött 105-103-ra, és több ez, mint egyszerű győzelem, azt hiszem, mert ez lélektanilag is rendkívül sokat segíthet a Los Angeles Lakersnek.